Ma újabb Magyarország ellenes akciót tart az Európai Parlamentben a magyar ellenzék. Erre hívta fel a figyelmet Hídvégi Balázs, a fidesz LP egy internetes videóban. Azt mondta, Gyurcsány Ferenc felesége ezúttal is a magyarországi soros hálózat embereit hívta meg, hogy idézem, együtt szithassák hazánkat. Deák Dániel, vezető elemző a vendégünk a 21. század intézetből. Erről is, de a röszkei eseményekről is kérdezi most itt a őt így van, reagálunk itt a rendkívüli történésekre. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok! Hallottuk a tudósítónkat, hogy mi zajlik a röszkei határszakaszon. Azt mondta a Lilla, hogy lehetett erre számítani az elmúlt hetek feszültségéből. Ön is így gondolja? Igen, annak ellenére van ekkora nyomás a déli határon, hogy tél van, tehát most is 0 fok, illetve 25 fok között alakul a hőmérséklet, és ennek ellenére is ilyen intenzíven érkeznek a déli határhoz az illegális bevándorlók. Nagyjából ez a mostani eset is ahhoz hasonlít, mint amit Marokkóban, a két spanyol enklávénál láthatunk, Mejjában és Ceutában. Hogy ott is van nagy határkerítés, és az illegális bevándorlók általában nagyobb csoportokba verődnek, hiszen úgy próbálják megrohanni a határt, mert úgy gondolják, hogy ha nagyobb csoportba szerveződnek, 50-en, akár 100-an összegyűlnek, akkor a határőrség nem tudja megállítani őket. Tehát most a déli határnál is Magyarországnál ilyen és ez hasonló jelentekre kell számítani, hiszen tudják, hogy egyesével nincs esélyük, hiszen a díj határkerítésen nem tudnak átmenni, azonban abban reménykednek, hogyha mondjuk 50-en vagy 100-an összegyűlnek, akkor közös erővel át tudják szakítani a határt. Ez a szerveződés, ez egy önszerveződő akció lehet, vagy esetleg kívülről kapnak segítséget, vagy útmutatást ezek az emberek? Sokszor tapasztaltuk, hogy rendkívül felkészülten érkeznek a határhoz a bevándorlók, voltak szórólapok, voltak felkészítések, mobilaplikációk, amelyeknek köszönhetően tudták, hogy miként kell megszerveződniük, merre kell menniük, tehát nagy valószínűséggel ezek a bevándorlók sem úgy érkeztek ide, hogy ha sem tudják, hogy hol vannak és mit, mit kell tenni, mi sem kell tenniük hanem mindentől kezdve minden egyes esetben felmerül a gyanú, hogy ezeket a migránsokat felkészítették, és nagyon jól tudják, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy sikeresen bejussanak az Európai Unió területére. És most is ez, hogy ilyen csapatba szerveződnek, ez egyértelműen annak a jele, hogy jól felkészülten érkeznek a déli határhoz, és tudják nagyon jól, hogy együttes erővel lehet esélyük arra, hogy mondjuk egy-kettő migráns, hogy átörik a határt, akkor bejusson. És akkor most térjünk át a másik témánkra, ugye Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára, aki európai parlamenti képviselő. Ugye a Gyurcsány Ferencék annak idején élesen tiltakoztak a határzára ellen egyébként. Dobrev Klára egy meghívott küldött szét, vagy Dobrev Klára felszólalására hív meg embereket, egy meghívó az oktatói hálózat jelentését fogja bemutatni az LP képviselő. Mit kell tudni erről a hálózatról? Igen, ez a hálózat egy tipikus olyan szervezet Magyarországon, amelyik kötődik Soros Györgyhöz és a hálózatához, tőlük kapják a legtöbb forrást, tőlük remélik azt, hogy fenn tudnak maradni Magyarországon is. És ez a bevezetés az, hogy tartanak egy rendezvényt egy ilyen és ehhez hasonló szervezetnek a jelentése alapján, vagy megalapítása alapján, egy régbe vált recept a baliberális képviselők részéről. Mire a múlt héten beszéltünk mi is arról, hogy a gyöngyöspatai romák esetében hasonlóképpen a helyi soros szervezetek kitalálnak bizonyos indokokat arra vonatkozólag, hogy mondjuk tudjanak ilyen jelentéseket kreálni, abban az adott esetben azt mondják, hogy a magyar-róma együttélés nem működik Magyarországon. Most valószínűleg ebből is akarnak majd tartani később az Európai Parlamentben valamilyen meghallgatás, vagy valamilyen rendezvényt. Most is ugyanek vagyunk a szemtanúi, kreált vádak, hamis megalapítások alapján Magyarország ellenes szándékkal megírnak egy ilyen jelentést, majd ennek publicitást csinálnak úgy, hogy tartanak egy rendezvényt, mert most éppen a demokratikus koalíció politikusai tartanak. Hidvégi Balázs EP képviselő fel is hívta a figyelmet arra ebben a bizonyos videóüzenetben, amiről hallottunk a felvezetőben, hogy a magyar ellenzéki képviselők azok magyar, Magyarország, illetve hát a magyar kormány ellen politizálnak az Európai Parlamentben. Én amikor ott forgattam, akkor nekem külföldi EP képviselők mondták azt, hogy Számukra furcsa az, hogy amikor Magyarországot támadás éri, akkor nem zárnak össze a magyar EP képviselők pártállástól függetlenül. Ez más országoknál úgy szokás, hogyha az országot támadás éri, akkor eltekintenek attól, hogy otthon ki melyik részén ül a parlamenti patkónak, csak az számít, hogy ki milyen országból jött. Igen, általában a belpolitikai frusztrátságukat frustrács, nem szokás kivinni az európai parlamenti képviselőknek nemzetközi szintére. Tehát az európai parlamentben az ilyen belpolitikai jellegű vitákat, ügyeket nem szokták az európai parlament előtt megvitatni. Ráadásul, amikor az országról magáról van szó, akkor összekéne, hogy zárjanak ezek a képviselők. Nagyon ritka az az eset, hogy az ilyen típusú konfliktusokat és az ilyen típusú lejáratásokat Egyértelműen hazai képviselők csinálják az Európai Parlamentben, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy európai parlamenti vita során kijönnek a különbségek, kijönnek a világnézetbeli ellentétek, hanem itt arról van szó, hogy ezek az ellenzéki képviselők tudatosan csinálnak olyan programokat, szerveznek olyan rendezvényeket európai szintéren, amelyel Magyarországnak a ezek az itt tekintélyét kívánják rombolni. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy például a hete cikkel szerinti eljárás kapcsán a szegenti jelentés is hasonló volt. Ezek a magyar ellenzéki képviselők adnak muníciót a bal nyugat-európai képviselőknek annak érdekében, hogy ők még erősebben tudják támadni Magyarországot. Tehát gyakorlatilag ezek a magyar képviselők a külföldi balibrális képviselőkkel együttműködve áskalodnak Magyarországgal szemben, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy hiába volt egy európai parlamenti választás, amely világosan megmondta, hogy ez nem jó irány, nem helyes irány. Ezek az új képviselők, a demokratikus, Koalíció, és különösképpen a Momentum képviselői még sokkal durvában, sokkal erősebben csinálják ezeket a Magyarországgal szembeni akciókat, mint az előző európai parlamenti képviselők. Amikor legutóbb szóba került Strasbourgban az úgynevezett hetes szerinti eljárás Magyarország ellen, akkor pont Anna, a Momentum képviselője, nagyon komoly hangvételben bírálta a kormányt, és bírálta az Európai Uniót, amiatt, hogy olyan lassan halad ez az eljárás. És rendkívül lelkesen csinálták mindezt, tehát a felvételek azt mutatják, hogy tényleg nagyon elszántan küzdenek a magyar érdekekkel szemben, és például amikor Várhelyi Oliver szeméről volt szó, akkor is a Momentumos képviselők voltak talán a legélesebbek, az utolsó pillanatig próbálták akadályozni, hogy Magyarország egy ilyen komoly portfóliót kapjon az Európai Bizottságba, tehát már akkor a kezetekkor Lehetett látni, hogy talán a momentumos képviselők csinálják ezt a legerőteljesebben, nem véletlen, hiszen már a megalakulásukkor nagyon sokszor felmerült a gyanú, hogy nemzeközi érdekeket képviselnek, ugye akkor a francia befolyás merült föl, és azóta is, ha megnézzük ezeknek a politikusoknak az életútját, ha megnézzük ezeknek a politikai erőknek a cselekedeteit az elmúlt időszakban, akkor nagyon sokszor felmerült a gyanúja annak, hogy ők nem magyar érdekeket képviselnek, hanem valamilyen külföldi érdeket. Deák Dánielnek köszönjük szépen az elmészést! is!